Csütörtökön még nyitva volt a Tolna megyei Aparhanton a posta épülete, hónap közepétől viszont bizonytalan ideig rács kerül az ajtóra. Az állami cég ezt a fiókot is bezárja, ugyanúgy, mint az ország 210 településén 365 másikat. Ez nyilván itt a településünkön futó tűzként terjedt el ez a hír. Nagyon sokan megkerestek már a hosszú hétvége alatt is, hogy valamit az önkormányzat próbáljon megtenni. Nyilván azonnal megkerestem az illetékeseket, hiszen az önkormányzat nyitott arra, hogy ezt az ideiglenes bezárást elkerüljük, hiszen a legközelebbi posta az Bonyhádon található. A mőzsieket is érzékenyen érintik a bezárások. A döntés következtében itt sem lesz olyan hely november 12-től, ahol a helyiek csomagot, levelet adhatnak fel, vagy csekket egyenlíthetnek ki. Itt a Mőzsibe csak ez az egy van, ugye Tolnára nem mindenki tud bemenni. És hát ez nagyon szomorú, hogy ez így adódott, hogy be kell zárni. A posta energiatakarékossági okokra hivatkozva zárja be a fiókokat. Tolna megyében így Aparhant és Mözs mellett Lengyelen, Felsőnánál és Medinán is megszűnnek a szolgáltatások. Ezek mellett Bonyhádon 2, Dombóváron 1, Szekszárdon pedig szintén 2 fiókkal kevesebb lesz elérhető. A változások azoknak jelentik a legnagyobb gondot, akik közül kevesen fizetnek például online számlákat, vagyis az időseknek. Talán még el tudunk ballagni a nagy postáig, de aki messzebb van, meg még betegebb, mint én, annak biztos nehéz lesz. Biztos arra kényszerítik az embert, hogy mindent a folyószámára írasson. Nem szeretném, hát ide járunk, igen. De gondolom, hogy elég nagy forgalmat épít, nem tudom, hogy miért zárnak be. A bezárásokkal kapcsolatban megkerestük a posta sajtószolgálatát is. Ők mások mellett azt írták, a kisforgalmú fiókjaikat érintik a változások, aminek következtében az ügyfeleik 87%-a semmit nem érzékel majd a folyamatból. Arra pedig, hogy mi lesz a munkanélkül maradó dolgozóikkal, azt felelték, hogy őket átirányítják más postákra.